Let's get started. Ja, érted, izgáltalak át a folyónak, itt van mellettem 5 méter egy híd. Nem baj, jó neked a folyó? Mi az neked? A híd a gyengéknek való, Ekikia. Ja, nem látom. Gondoltam, hát, segítek. Majd én megmondom. Mondd, mit látsz. Ez az a pont, ahol lemegyek a gödörbe és ott fogok maradni. Nem, ja, meg vagyok, 300/400-on vagyok. Nem, felborultam. Én az északi roncsderbizést tolom inkább. És általában én végzem roncsként. Aha. Hallod, Csernobilban tudod, milyen kemények a villanyoszlopok? Sugárzóak? Nem, csak lefejeltem egyet 375 sebzés instant, és így... Hello, találkozunk a garázsban. Úgy érzem magam, mint amikor vodba tudod, van hitelnek, és akkor visszaküldnek a garázsba. Csak itt egy oszlop is képes ezt megcsinálni velem. Basszú. Érted? A jobb hátuljával megstukkóztam itt egy izét. Egy villanyoszlopot már megint. Ne tomass elém! Jaj! Ez hihetetlen! Azt hittem, hogy még valami. Basszus, beúsztam a kéziféket, várjál. Vagy lehet, hogy végig azzal jöttem? Reméljük, hogy nem. Mi csináltál? Semmi. Igen. Hogy megkönnyebbül? Végem van. Best ever szenvedő szimulátor. Na, melyik károkba fogok beleborulni szerinted? Az elsőbe? Vagy a másodikba? Vágtál már ki teherautóval a fát? Nem. És na, akkor... most azt próbálom. Basszus, hogy mozgass. Meghúzlak mindjárt másik oldalról is egy kicsit. Amit, ez nagyon hihangzott, de hogy... Várj egy kicsit. Akkor próbáld meg a közepest. Nem, kicsit lehet. Oké, okay, nice. Mehetünk? Megyek, várják, hívjenek az útra. Hú, mekkorát rántott. Gondoltad volna, hogy ma együtt fogunk fát szállítani? Csernobil környékén? Vagy egy ilyen Csernobil hangulatú környéken? Azért ez így. Figyelj már, a GPS szerint a cső fölött kéne átmenni, szerintem itt van valami probléma a rendszerben. Ugrani még nem tudok ezzel a cuccal. Igen, a cső fölött? Jó, és most mehet is a kézifék, mert le fogsz gurulni. Oké, okay, és most állódolni. Ez be van húzva a kézifék, és gurulok előre, fasz meg! Be van húzva a kézifék! De... Ez mi volt? Be van húzva a kézifék! Jó, várjál, közelítsük meg máshonnan a dolgokat. Elfogadtad? Aha. Mit? Hát most megint... Ja, oké, okay, elfogadtad, jó. Ja, várjál, a kéziféket én is kiengedem. Ne rögj! Ott láttam, hogy volt egy hátrafele lendület. Na gyere, tolassál, mert csúszok lefelé. Igen? De te nem húzol. Ja, hogy ez egy farönk. De a fát azt kitéptem onnan. Nem kell. Megérkezett a Hilfe. Kiegyenesedett, ne! Uhú! Megjött Drift Panzer, úgyhogy kihúz téged, ne aggódj. Sok voltak, igen. Ide kell a Diffi. Az az igazság. Aha, látom. Látod de? Micsoda? Mit csinált? Felborultál? Mit a minden szar? Na jó. Nyomjad neki, mert sose igen, visszük ma le a fát. Azt majd jön a főnök, hogy hol a fa. Hát ez hihetetlen. Túlóráznunk kell, hogy egyáltalán le tudjuk vinni a fát. És még az útra el se indultunk. Hát a telepről nem jöttünk ki a fával, az fölborul. Nézd már, hát kinek a szobra van itt? Oda figyelj! Csak nem az enyém! Nem, nyilván, de... Viccnek azért jó volt. Basszus, már itt is... Geiger Müller már kezd kattogni. Meg a chiptuning is a kocsiban. Gyerünk! Ne léci, ne! Na most! Most átmentél a hídon? Aki, hol vagy? Hűdösom. Milyen hídon? Lerobbantam. What kind of dagonya is this?
Dagula? Begyógyszereztem magam. Ez nagyon jó mondat volt. Igen. Bevettünk mindent, ami itthon volt. Úgyhogy mehet a live. Egy fahíd. Vigyük el a hidat. De miért nem mész az úton? Mert nem tud. Nézd meg. Hát oda kanyarod, nézd meg, farol össze-vissza. Meg kell előzni, ez ralli. Nem létező íveket használ. Nem létező íveket körbeautózza! Hát körbeautózza! Hát megcsinálja! Jó, de füstölünk. Azt a mindenit, micsoda füstfelhő jött ki itt váltáskor. Ezek amúgy benzinesek vagy dízelesek? Azt írják, hogy valami traktor lesz az a K700. Yeah. Mire megyünk egy traktorral itt? Egy traktorral itt bár, minden tápolónak is használhatjuk a traktor. Jó, megyünk előre. Erre valami zenét be kéne vágni, valami jó kis orosz ivós muzsikát. Hogy így megyünk. Így hupla hup, valami diszkó, orosz diszkó zene. Andris azt mondja, rákerestem a B130-ra, ez egy francia ágy. Köszönjük szépen, Andris, a részvételt. Még nincs rajta fa, össze tudod csukni? Hogy? Be tudod húzni. Azt be tudod húzni. Jó napot kívánok! Köszönjük az információt. Gondolod, hogy ez így jó? Oda föl. És most jó. Most fog felakadni, figyeljétek. Ezt komolyan gondoltad? Úgy puszíld meg azt a fenyőfát. Nagyon jó, szia, puszi, puszi. És fáért megyünk. Kíváncsi leszek, az a hosszú fa milyen lesz. Hosszú. Hát, ezt senki sem gondolta volna. Hát figyelj már, itt kiáll egy fa. Ne, egy erdőben. De hogy elég veszélyes. Basszus, fennakadtam rajta, menj már. Olyan fülest kapsz, mindjárt maradjál csöndbe. Pocsolyába, érted? A pocsolya tudod mi? Egy 20x20 centis vízfolt. Ez nem pocsolya, ez egy folyó. Vagy egy tó. De miért? Nem élet. Na jó. Akkor nem szólok hozzád az út végig. Jó. Háromokból azért, mert csak. Igen, azért, mert csak. Jó. Jó. Vagy elég. Duzogja. Azt mondja, ne félj, a fa úszik a vizet. Így dobom akkor a CB-t. Ne szólok hozzá. Menjél már! Ne dudálj el a cátul, te paraszt! Itt kell lenned, hogy elhidd. Magyarország rád vár. Te gyökér! Holod akkor a tuskó vagy? Máig el lehet veled fűteni, meg vissza! Nem is egy tuskó vágott? Íííííí, fel ne borulj! Hallod a békákat, hogy ciripelnek, ha? Ja. Vagy azok tücskök, mindegy. Gyere inkább. Micsoda? A békák, még a békák brekegnek, a tücskök meg ciripelnek a mocsárban. Rácok? Látjátok a titánbuát, akkor lőjük le. A békák ciripelnek. Gyere inkább, légy szíves. Na magyarázz nekik a hülyeséget, mert elhízik. És akkor most a sárban kipörögnek a gumik. Egyszerre mind az összes, mind a hat, ami van jelenleg. Kicsit enyhe balos, a sár folyamatosan a levegő fölé repül a kerekek mögött. Nagyon veszélyes, enyhe balos veszi kezdetét. Már a végső célba fordulunk rá, hogy a fákat fel tudjuk pakolni. Nagyon szuper, kicsit elakad, és már megy is tovább. Nagyon jó, és ismét ott a füst. Egyre jobban füstöl a gép, reméljük nem fog lehalni. Úgy villognak a villogók, mint a kötelező lenne. Nagyon hajt a gép. Egészen padlóig van nyomva a gáz, uraim. Hölgyeim és uraim. Hirtelen valaki megnyomta a dudát. Jézusom, mi történt? Azt a minét, mennyi madár röppent fel? Ezek a madarak félnek ettől a járműtől. Amiközben a jármű enyhe 10 fokos... úristen. 10 fokos úristen? Közben a hátulja is kezd kiegyenesedni, és egy picit megakad az eleje, elmerül a sárban, de jobban a padlóig nyomja a gázt a sofőr, és ismételten villognak a villogók. Gépjárművünk elakadni látszik. Félő, hogy nem megy tovább. Reméljük, hogy ez nem következik be. Nyakig ülünk a sárban. Hát de, itt problémák vannak. Várjunk. Sofőrünk megáll, behúzza a kéziféket, és waypointot keres, hogy kihúzza a terautóját. enyhe rágyázás szagot lehet érezni közben itt. Hölgyeim és uraim, a mocsárbűze az ellepi az egész kamiont, de szerencsére a fák nem éreznek illatokat, azt hiszem úgy, hogy nincsen probléma.
De ezt már úgyis kivágták, úgyhogy... Azt hitted Fortnite? Hát rosszul hitted, sajnálom. Ki kell, hogy ábrándítsalak. Nem lehet építeni. De a Fortnite-osoknak visszük a fát. Igen. Ez legalább akkora élmény nekem, mint nektek. De várj, itt most... Itt, Amúgy nem az orromat fújom, csak felszívtam egy csíkot. Igen, a koronavírust kaptam el, gyerekek, úgyhogy vigyázzatok, mert aki nézi a streamet, fertőzöm. Ahogyis nem olyan. Nem, te izét várj, mit mondottam? Nem korona, hanem mi a másik? Tiarákat! Tiarát! Királylány! Királylány vagyok. Jézus! Nyomd a gázt, tiara! Összkerék, Diffy, már van? Minden, érted? Még téged is beleraknak a motortérbe, ha szükséges. Nem sokkal mennél. 2952 liter üzemanyagot használtam el. 462. Hát, hogy? Nem, én nem vagyok valami gazdaságos. Pedig esküszöm hatosba. Hát megyünk mindenem, mint fingagatyán, te jó ég. Bocsánat, hogy ezt beolvastam, de frappáns volt. De lényegre törő. Lényegre törő, és témához illő, talán. Ne téveszem el a szkályt. Kiszakította a fát a kamionom, ott táncol a farsarokban. Megőrült. Ott táncol. Majd megdobálunk pénzzel. A higany mozgásokkal. Csak 2 forintosokkal. Az egy az túl kevés lenne, valljuk be. Aha. Higany mozgásom, azt mondja. Igen, használom a váltót, most be is van váltva. Amúgy most a 3-as fokozatban van. Húzótoló fokozatban vagy, a franc tudja mi ez. Tényleg nem értek hozzá, úgyhogy bocsánat, hogy nagy hülyeség. Biztos, hogy nagy hülyeséget mondtam, maradjunk ennyi. Azért, hogyha horkolsz, az nem segít. Attól nem ez nem meg. Az volt, ez... De röfögés? Malacka in the house, vagy mi? Az. Ha látsz egy urált, egy nagy póttal a vízen úszni, az én vagyok. Csak szólok. Nem is gondoltam volna. Warships ezek, már hiányom van. Egy 8x8-as dögre talált a heki. Igen, és ezt nem is mondtad? Ja, amúgy nincs benne benzin. Közben meg egy 8x8-as terepjárót talál itten a fiú. Hát én azzal akarok menni. Nekem hova, ez... hova tél? Mi ez a hely? Középföld, átmentem középföldére? Tettél rá villogót? Egyértelmű. És tettél rá farönkszállítót, ugye? Nem. Akkor hogy akarsz vele fát szállítani? Ja, tényleg. Jesus! Nem jó! Olyan sötét magadok, hogy... Kurva szar lámpája van ennek a fosnak. Igen, nagyon gyenge. Ez egy 8-kerekű foskazán. Hát nem mentem vele előre, értem. Hogy beszél az a fiú? Tudjál! Jó, hogy 2 literrel nem mozdul meg. Értem. 2 literrel én sem mozdulnék meg. Mondjuk a pálinka, akkor tudja, hogy nem. Ott már meszeltek. Ott már papot hívnak. Menj odébb, paraszt! Fejezd be! Megsérültem, basszus. Nem férek el tőle, érted? Itt kell megállni az út kellős közepén. Öcsém, kezdő. Hello, pozitívan, jó? Ja, csak 800 literünk van végül is, az tök sok, nem? Kár, hogy 30-at teszik a kocsi. Tényleg tök igaz, csak pozitívan. Csak pozitívan, jó? Kérhetem. Érted, ezen a 2 centin 6 litert megevett? Júj! Na csak pozitívan, indulj meg, mert mindjárt meglöklek. Hol vezethet ki engem? Nem tudom, kivisz a pusztára, aztán megöl. Levágja a hajam. Ez már ideje lenne. Úgy nézek ki, mint valami hajléktalan. Pit manőver! Roppanás! Pazer Hekivel a ketyvenc YouTube-osommal fogunk... Spintire-özni! Mert gyere, Pazer Heki, gyere! Gyere, Gábor, gyere! Gyere, Gábor, gyere! Figyelj, itt nagyon nagy lesz a sodre. 21, ne! Hozzad azt a izét. Már 44-et összeszedtem. Nem látszik ki a teteje! Érted? A tetőm látszik ki épp hogy. Basszus kulcs. Itt van egy...
Jaj, Istenem! Nézek, semmi nem látszik ki belőle! Azt mondja, gödörölna... Ajt alak, hogy bububububub... Hallom, hallom... Bábalububububub... Ne... Heki! Heki! Lefulladtam! Gyere már ide, léci! Pót nélkül is húz ki! Volt itt egy gödör. Belementem. Miért volt olyan érzésem, hogy te azt meg fogod találni? Hát most kerestem is amúgy. Gyerünk, menj, becsobbanunk gyorsan. Így, hát ez nagy csobbanás volt, mint nem mondja. Lubickolok! Milyen jól néz már ki, nem? Nem sok minden látszik belőle. Nem tudom, hogy hol kapja a levegőt, még mindig, de mindegy. Húzzad, nyomja, húzzad a izét is. A kötelet. Igen? Mit csinálsz? De be fogsz borítani a vízbe, ne csináld! Ezt a szerencsétlen. Ez nem hülye a játék, érzi azt, hogy én alatt akarom elhúzni. Jó, akkor most boríts vissza. Na, kösd minket össze. Hol? Hát elől! A te kocsidat az én kocsimmal! De nem tudok, hát a halvány vagy! Miért vagyok halvány? Ott vagyok, mögötted! Jézusom, fordulj meg! Mögöttem! Istenem! Nem ettelek meg! Mi? Ja! Látod már? Hát kiégetsz! Ne! Mi? Jó, nem, semmi, ez nem neked szólt. Na, kezdj el húzni kifelé! Indulj el előre és kezdj el húzni kifelé! Basz meg! Ezt inkább most kiadnám, köszi. Ebből baj lesz. Ezt, hogyha még csak most ismerted fel, akkor már rég baj van. Te ahhoz képest, hogy mind mentünk eddig, ez az út egy álom, vágod ezzel a sárral. Legalább van szilárd. Talaj a kerekeim alatt. És ezzel a lendülettel is akadtam. Nem kell ide fűrész. Ezzel a... LKT-val vagy mi az ezzel is tehet fát vágni. Jó, hát igazság szerint én felborultam, úgyhogy... Mi történt? Semmi, felborultam, hát ennyi. Nem! Ne legyél már nublécies, ne hozzál, ilyen kellemet lesz. Azért, mert az enyém is ott van. Azt mondja, miért van odaírva? Egyből a toxic fiú, érted? Mi van odaírva? Na mi? Most magyarul? Most magyarázzál? Szeretnék rá... Mit dudálsz? De mit dudálsz? Hol ez a korval? Gyere, itt lehet tankolni. Kitankolom az összes benzint a benzinkútból, hogy neked ne maradjon, cseh! Fú, gyerekek, hogyha álló helyzetben fogyna a benzinem, hát kifogyna az 520 liter. Az! Jó tettem fel! Uhuuu! Nagyon ügyes vagy! Képes a kútnál megsérül, értitek? A kúton megsérül. A megcsúszott. Hát látta a földök, hát belemed, hát nekem jött a kút. Hát jöttem, az kiugrott elém. Kihajott, kinézett a kút. Eltörik a kedvenc bögréd, az is hát leugrott magát, öngyilkos lett. Hát most mit tett vele csinálni, hogyha ilyen hajlamai vannak, mi? De nem a tiéd. Mint nem az enyém. Az a farünk még nem a tiéd. Annak is kérdel az ownership-it, az egyik neked még fehér. Hoppá, bocs, elutasítottam. Na még egyszer. Pullosak vagyunk, egigél! De most fekete nem engedi! Ha valaki fasznak születik, akkor azon is marad élete végéig. Köszönjük szépen a hasznos hitomát. Elnézést. Jó, haladjunk tovább a túlton. Eddig voltunk családbarátok, mondjuk a faszállítás is. Az, csak... Mindegy. Bocsánat. Hát ez simán, akkora power van ebben, hogy... Ez durvább, mint a 8 Power Ranger, nem tudom hány van belőle. Ez a szarból is megülve jön ki, maszt. Én is jövök? Kardozni akarsz, mi? Felemellek! Kapd el a nyakát, csípd meg! Szúrd meg! Nem tudom, melyik király már beszorult a feje! Mi? Most hol vagyok? Elkapjuk a hekit. Megvan? Nem? Összebugolt? Nem jó! Egedel! Hogy? Fel tudom emelni a pótodat? Most összeakadtunk.
Mi volt? Hoppá, ez most meghalt, megpusztult. Jézusom, megőrült! Jó, én ezt nem, ezt nem tudom, mi volt, de az csúnya volt. Megújasztam a kocsit átújját egy kampóval. Csináltam, bocsánat.